Miért emelem, amikor van neked egy rendes becsületes szakmár is, amiből még aránylag meg is élsz? A félretájékozott átlag emberek pedig összesúgnak az emelemező ismerőseik háta mögött, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen nagy bajban van. Az érem másik oldala pedig azok az MLM csúcsvezetők, akiket videón láthatsz, hogy állnak vagy ugrálnak egy színpadon, és a fürdőlepedő méretűre felnagyított bónuszcsekjeiket mutogatják. Róluk meg az az általános vélemény, hogy ezek mind csalók, munkakerülők. Ez a szakma nagyon sok féligosságot és előítéletet tartalmaz, aminek főleg az az oka, hogy mi emberek nagyon szeretjük a sikereinket magunknak tulajdonítani, a kudarcainkért viszont másokat hibáztatni. De hogyha visszamegyünk a forráshoz, akkor a network marketingnek az alapkoncepciója teljesen egyértelmű és világos. Hogyha te ajánlasz valakinek valami terméket, mert elégedett vagy vele, és ő azután ebből a termékből vásárol, akkor te szereztél egy új vásárlót ennek a cégnek. És az teljesen rendben van, hogy neked ezért jutalom jár. Ennek az új vásárlónak a vásárlásaiból egy bizonyos százalék. Ez a jutalékrendszer nem csak az MLM-re jellemző, hanem a legtöbb értékesítő kap valamennyi százalékot az általa hozott üzletekből. Biztosan kötöttél már valamilyen biztosítást, na az a biztosítási ügynök is keresett rajtad valamennyit. Az MLM-nek viszont az a jellegzetessége, hogy te nem csak azután a vásárló után kapsz jutalékot, akit te hoztál, hanem az ő általa hozott vásárlók után is, és még az több-több szinten, tehát még a sokadik szinten levő vásárló után is jár neked jutalék. És ezért képes az a szakma arra, hogy annyira meggazdagodj belőle, hogy akár kasztot is válts. Hogyha például az őseid olyan egyszerű, iparos emberek voltak, mint az enyémek, akkor eljuthatsz abba a kasztba, ahol már telik arra, hogy mondjuk egy jachtod legyen az Adrián. És ekkorát lépni, vagy inkább ugrani, egy nemzedék alatt becsületes úton piszok nehéz. De a network marketinggel lehet, és ehhez nem kell az, hogy bizonyos társaságba bekerülj, vagy ismert bizonyos embereket, nem kell talpat nyalni, és nem kell feltalálni valami különlegeset. Te nem érzed úgy alkalmazottként, hogy egyik nap olyan, mint a másik? Mire hazaérsz a munkából, fáradt vagy, nincs türelmed a gyerekekhez, és még otthon is vannak elvégzendő munkák. Én sokszor úgy érzem, hogy ha így telik el az életem, akkor valami nagyon fontos dolgot elmulasztok. Én szeretem a tanult szakmámat, és mostanra már jól is csinálom, és kibírnám így nyugdíjig is. De úgy érzem, hogy több van bennem. És be akarom bizonyítani saját magamnak, hogy meg tudom csinálni. Ha te is hasonlóan gondolkozom, mint én, akkor szerintem dolgozzunk együtt. A következő videókban el fogok neked mondani néhány olyan dolgot, amit más nem fog elmondani neked. Ha nem akarsz róluk lemaradni, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra.